Rengetegen kritizálják Szalai Ádámot, annak ellenére, hogy a magyar válogatott egyik legfontosabb tagja. Egy csatár fontos feladata a góllövés is. Ám azt sokan elfelejtik, hogy vannak olyan támadók, akiknek a csapatban betöltött szerepe ennél jóval bonyolultabb. Engem azért sosem elsősorban a gólok határoztak meg. Egy csatár esetében nyilván nagyon fontos a gól, én is rendkívüli kvalitásnak gondolom, ha valaki mindig minden helyzetből képes betalálni. És persze én is bevettem néhányszor a kaput, de az edzőim is az egyéb erősségeimet értékelték. A gólszerzés katarzist okoz, több ezer szurkolót ugrasz talpra, ennek megakadályozása pedig megfosztja az embert az öröm beteljesülésétől. Tudatosan és tudatalatt is a jót és a szépet keressük, ezért emlékszünk inkább egy látványos cserre, vagy akár egy 5 méterről betúszkolt labdára, mint egy becsúszásra. Minden esetre Szalai Ádám a válogatottban 70 mérkőzésen 23 gólt szerzett, amivel jelenleg a nemzeti csapatunk legeredményesebb támadója. Ezen felül a Bundesligában ő áll az élen a magyar örök ranglistán a gólokat tekintve. 264 meccsen 53 alkalommal talált be, és 26 alkalommal szolgálta ki társait. De akkor mi lehet a gond? A legnagyobb probléma az, hogy Szalai Ádám játéka nem látványos, és mivel csatárposzton játszik, így az ellenszenv hatványozottabban érvényesül. És hogy mit csinál az a játékos, akinek szövetségi kapitányai kivétel nélkül kulcs szerepet szántak a csapatukban? Szalai Ádám karakterét tekintve klasszikus 9-esként, magyarosan mondva célemberként segíti a válogatottat. Fizikailag alkalmas arra, hogy a hosszan felrúgott labdákért megküzdjön, párharcokat nyerjen, amire a magyar válogatottnál sokszor van alkalom. Egyúttal a magasságának és az erejének köszönhetően hatékonyan támadja az oldalról a kapu elé érkező beadásokat, pontrugásokat. A fejére fellőtt majd lecsorgó labdákat lehet támadni, azokból gyors támadásokat vezetni és veszélyes helyzeteket kialakítani. Folyamatosan keresi annak a lehetőségét, hogy pozíciós játékával megtartsa a labdákat. Mozgásával üres területeket nyit a társainak. A védekezés vele kezdődik. A megfelelő jelre ő indítja a letámadást. Számtalanszor besegít a védekezésbe és labdát szerez. Vezéregyéniségként a csapatkapitányaként segíti a társait. És már csöttek van beszélve, hogy nem lehetett máshogy megnyerezt a védekezést, hiszen úgy motivált minket. Ezt az egész évet a 14 millió magyar, aki ott ül a tévé előtt, ezt a meccset látta. És ezt meg tudjuk csinálni, a harmadik pedig az, hogy hogyan fogjuk megcsinálni. Ma nincs olyan ember, aki elfáradt, ma nincs olyan ember, aki fáradtot veszít, ma nincs olyan ember, aki a fejét leszegi a földre, ma csak azt akarom látni, hogy mi vagyunk a gladiátorok, ami el ki a fejből, bármi történik. Bármi történik, bármi történik, nincs fáradtság! És a pad, aki beáll, eldönti a mérkőzést! Hajrá Magyarország! Taktikailag intelligens. Mielőtt döntés hozna és megtenni a következő lépést, előre értelmezi a játékhelyzetet, amiben az elsődleges szempont a taktikai hatékonyság. Ádámot sokan kritizálták, jogtalanul. Bosszantott az állandó szalaizás. Aláírom, nem volt látványos a játéka, de mindent alárendelt a csapat érdeknek. A védekezésünk vele indult. Az ő játék intelligenciája szükségeltetett ahhoz, hogy a visszatámadásnak köszönhetően sokszor már a középpályán labdát szerezzünk. Márpedig egy erős csapat ellen rengeteget kell dolgozni a labdaszerzésért. Felhánytorgatták neki, hogy birkózott a védőkkel. Na, hogy birkózott. Nem egyszer egyedül csatázott 2-3 medvével. De csak kifárasztotta őket annyira, hogy a hajrában már ne tudjanak annyira koncentrálni, mint az elején. A pályán végzett munkájának nagy része nem szemedgyönyörködtető. Mégis a magyar válogatott futballja csak akkor működik, ha egyensúly van a csapaton belül. De ehhez a látvány mellett kemény munka is kell. Szalai Ádám pedig nem tesz mást, mint elvégzi a piszkos munkát védekezésben és támadásban, és ráadásul átlagban 270 percenként gólt szerez a válogatottban. Lehet szeretni vagy nem szeretni. De az az igazság, hogy nincs más, aki Szalai munkáját nemzetközi szinten értené és elvégezni a válogatottban. Hajrá magyarok, hajrá Szalai!